Köszöntöm Önöket! Ez itt a Sportország, a Jeges Sportok magazinja. Mai adásunk fókuszában ez a mögöttem látható, különleges produkció áll, amelyben az Egyesület valamennyi szakága szerepel. Itthon világbajnokság, külföldön Junior Európa Kupa várt a legjobb sortekesekre. Panaszra egyáltalán nem lehet ok, hiszen az aranyérmek mellett még pontszerző helyezések is születtek. A rövidpályás gyorskorcsolyázók debreceni világbajnokságán remekeltek a sportországosok. Heidun Bernadett 1000 méteren 6. lett, Knoch Viktor 500-on pedig 8. Mindenképpen a 6. hely az egy pontszerző helynek számítan az olimpián. Az utóbbi évek legjobb EB szereplése volt egyébként, tehát azért ezt mindenképpen tudni kell. Itt az összes csapat nagyon hegyezett erre a világbajnokságra, általában a VB az ilyen, főleg az olimpiát megelőző évben. Én úgy gondolom, hogy nagyon szépen helytáltak a versenyzők. Az első nap nyomasztott egy kicsit a hazai környezet és a hazai terep, a nagyszámú, nagyszerű szurkolói közönség. De aztán ez a stressz elmúlt, és nagyon szépen hozták ezeket az eredményeket. A világbajnokság után volt még egy Európa Kupa, amely elsősorban ugye a juniorokat és a serdülőket érintette. Hogyha a juniorokat nézzük, akkor a sportországos versenyzők hogyan szerepeltek az Európa Kupán? Lisa-Olin Sándor megnyerte a versenyt, kiemelkedő teljesítménnyel az összes távon kiemelkedőt nyújtott. Varnyó Alex második lett ugyanebben a kategóriában, tehát itt nagyon szerepeltek a magyarok, illetve Kónya Zsófia a saját kategóriában második lett, örök riválisával, Litván korcsolyázóval szemben, és ő csak saját hibájának köszönhető, nem nyerte meg a versenyt, szintén ezüstérmes lett, tehát ezekben a kategóriákban úgy gondolom, hogy a sportországosok kiemelkedőt nyújtottak. Első nap 1500 méterrel kezdtünk, azt megnyertem, az 1500 métert, nem volt nagyon nagy harc, hisz kategóriás volt ez a verseny, és így egy idősökkel indultam. A másik nap az 500-on egy nagyon jó időt futottam, volt és elsőként értem célba a döntőbe. És még aznap volt a váltó is, amit szintén megnyertünk a csapattal. Az 1000 méteren ott második lettem. Volt egy kis segítség a csapattársamnak, mert kétszer kizárták, és így elég rosszul helyezkedett, szóval neki meg kellett nyerni, és így csapatjátékban megcsináltuk, és így második lett összetettben. Hát te pedig első lettél összetettben, számítottál erre az újabb címre? Igen, számítottam, már úgy mentünk ki, hisz egész évben nagyon jó formában voltam, és gondoltam, hogy ezen a verseny is jó formában leszek, és így is sikerült. A sportország legjobb junior versenyzője ebben a szezonban vitathatatlanul Lisa-Olin volt, hiszen a mostani olaszországi junior Európa Kupa aranyak mellett idén junior világbajnoki bronzérmet is szerzett. Junior világbajnokságon szerepeltek a szinkronkorcsolyázók, a közeg számukra teljesen új volt. Nagyon furcsa, mert nagyon sokan voltunk, és olyan furcsa volt, hogy ennyi ember, és mind minket néz. Hát elsősorban a lányoknak meglepő volt, mert ennyi néző előtt még soha nem szerepeltek. Így amikor elindult a kürjük például, nagyon szépen kezdték a kürt, és amikor elindult a vastaps, amikor ott a több ezernyi néző elkezdett tapsolni, akkor tulajdonképpen még úgy meg is zavarta őket ez a nagy hangulat. Lényegében nagy reményekkel nem mentünk, mert tavaly mi még rekreációs kategóriában indultunk versenyen. Inkább tapasztalatszerzés volt a célunk, így nagy eredményre nem számítottunk lényegében. Nagyon jól érezték magukat a lányok, nagyon jó volt látni azokat a csapatokat, akik az élvonalban korcsolyáznak, hogy milyen magas szinten működik a világban a szinkron korcsolyázás. Miben voltak mondjuk ezek az élvonalbeli csapatok mások, mint ti? Sok mindenben. Korosztályban is, lényegében a mi csapatunk viszonylag fiatal.
a junior csapatok 12 és 19 év közötti korosztályból tevődnek össze. Nálunk inkább a 12 és 15 év közötti gyerekek voltak, a élvonalbeli csapatoknál meg inkább a magasabb 18-19 év közötti korosztály. Lényegesen magasabb az egyéni korcsolya tudásuk ezeknek a csapatoknak. Ugye itt skandináv országokról beszélünk, Kanadáról, Amerikáról, nagyon-nagyon felkészült csapatokkal álltunk szemben. Mi elégedettek vagyunk azzal, hogy a bajnokság, magyar bajnokságot megnyertük, és részt vehettünk ezen a világbajnokságon. Számunkra ez egy nagyon nagy dolognak számít. Hogy nézett ki a VB-nek a konkrét programja? Megérkeztünk első nap, és már is mentünk edzeni. Következő nap nagyon-nagyon korán kellett kelni, szintén két edzésen vettünk részt. A harmadik nap volt a rövid programunk, és a negyedik nap futották a lányok a kürt. Amikor már verseny van, aznap délelőtt is van egy úgynevezett hivatalos edzés, úgyhogy nagyon-nagyon feszített volt a program, és nagyon fárasztó is egyben. Az eleje, ez egy hatalmas megnyitóval kezdődött, nagyon nagy volt, és nem is gondoltam volna, hogy ennyi lesz. Utána az is még nagyon furcsa volt, hogy jöttek oda gyerekek hozzánk, és autogramot kértek tőlünk, meg más csapat is. Ez olyan jó volt, jól esett. Sikerült-e más csapatokkal megismerkedni, akár barátságba kerülni? Igen, mondjuk a dél-afrikaiakkal, meg az amerikaiakkal, angolokkal. Hogy sikerült maga a verseny? Nagyon megijedtünk és izgultunk, mert teljesen más, mint amit megszoktunk. Úgyhogy ez szerintem látszott is az eredményen. Ha egy picit hozzászoktok egy világbajnokság hangulatához, akkor jobban tudtátok teljesíteni? Szerintem igen. Szerintem benne lennénk az első, mondjuk 15-ben. Ha a közeghez hozzászoknak, ehhez a sok különlegességhez egy világbajnokság tekintetében, akkor mit gondolsz, hol tudnak majd végezni a jövőben? Én bízom benne, hogy lesz lehetőségünk újra részt venni ilyen versenyen, és addig hozzászoknak, ezért is járunk minél több versenyre. Egyelőre az a célunk, hogy előrébb kerüljünk. Tehát, hogyha egy vagy két csapattal előrébb kerülünk, az már nagyon nagy dolog. Az élmezőnybe bekerülni, az szinte lehetetlennek tűnik most pillanatnyilag itt Magyarországról. Ki alkotja az élmezőnyt? Svédország, Finnország, Kanada, Amerika, Oroszország, oroszok lettek most például a harmadikak, és a finnek nyertek, és a második helyen is finnek végeztek. Sikerült-e valamilyen külföldi szakemberrel konzultálnod, vagy egyáltalán hogy fogadták a magyar csapatot kint? Nagyon szerencsés voltam, mert egy finn edző fogadott az edzésén, így megtekinthettem egy ottani edzést, és ha minden igaz, akkor májusban jön Budapestre a hölgy, és fog tudni nekünk szakmai segítséget nyújtani. Az elmúlt időszakban a jégkorongozók sem tétlenkedtek, az előkészítő bajnoksága már befejeződött, de a minikre még mérkőzés vár. Jelenleg is tartanak az edzések, jól lehet például az előkészítő bajnoksága már véget ért. Hogy sikerült ez a szezon a Sportország előkészítő korosztályának? Azt gondolom, hogy nagyon eredményes szezon tudunk lezárni, mert szakmailag mindenféle fejlődési perióduson át tudtunk lépni. Mindezek mellett elindultunk egy nemzetközi tornán is, ahol szintén sikeresen tudtunk szerepelni. Azt gondolom, hogy az előkészítő korosztállyal is teljesen tökéletesen zártuk ezt a 2013-as szezon. A közel 30 mérkőzésből most több mint a felét megnyertük, akkor azt mondom, hogy jó helyen járunk az igazság környéken, és ha nem is számoljuk az eredményt, de azért gyerekek magukban számolgatnak. Nagyjából ez lehetett a valós szám. Ugye azt mondtad, hogy szakmailag fejlődtetek, mit jelent ez, mondjuk ment a góllövés, a gólpassz, vagy mire helyeztétek idén a fő hangsúlyt? Esetenként betegség, hiányzás, bármiféle okból nem zökkentette ki a játékosokat abból a ritmusban, amit korábban elképzeltünk, és nagyjából a taktikát betartva a gyerekek teljesen jól tudták ezt az én
általam kitalált taktikát alkalmazni. És mi volt ez a taktika? Hát tulajdonképpen minél egyre több volt lőni az ellenfélnek. Mi a helyzet a mini korosztálya, hogyha jól tudom, akkor rájuk még vár mérkőzés? Így van, egy nagyon nagy kihívás előtt állunk, mert ezek a srácok jövőre már nagy pályán fognak játszani, de idén bedobjuk őket a mélyvízbe, és egy szintén Golden Puck Cup-on elindulva igyekszünk a saját kis hokinkat másodra erőltetni. Ez azt jelenti, ugye, hogy a kicsik eddig keresztbe játszottak a minikorosztály, és most adásunkkal egy időben éppen egy olyan torna vár rájuk, ahol teljes pályán játszanak? Így van. Tehát egy 5-5 elleni mérkőzéses, nagy, illetve 5 fős nagypályás mérkőzés lesz, ami korábban még nem volt bevált náluk, mert ők keresztbe játszottak 3-3 ellen. És a minivel hogyan zártátok a hazai bajnokságot? Persze így se kérlek arra, hogy eredmény hol, hiszen mint tudjuk nincs, de hát mégiscsak értékeld őket. Szakmailag mindenképpen megint csak előrelépés volt. Nagyon sok olyan dolgot tudtak már begyakorolni és megtanulni, ami a nagypályán nagyon gyorsan alkalmazható lesz, és azt gondolom, hogy könnyű dolgom lesz nagypályára átállni. Ebben a szezonban a mini A-ban védtél, összességében hogy sikerültek a meccsek? Nagyon jó volt, mindenki azt mondta, hogy nagyon jók voltunk, és nekem is nagyon tetszettek a meccsek, sokat tanultam. Mennyire volt nehéz védeni egy-egy ilyen mérkőzésen? Tehát te hogy ítéled meg? Sok gólt kaptál, vagy inkább keveset? Az a csapattól függ, hogy hagyják, hogy hátrahozzák a korongot, vagy beleadnak mindent. Általában mindent beleadnak. Szeretsz ilyenkor védeni? Mondjuk van-e valami specialitásod? Nagyon szeretek védeni, és a specialitásom az, amikor felemelik lepkésre. És akkor azt mindig meg is fogod? Hát nem mindig, de sűrűn igen. Miért lettél kapus? Úgy indult ez az egész, hogy játékos voltam, nem bírtam így ezt a tempót, de mondtam apukámnak, apa, kipróbálom a kapusságot, és elfogadtam. Örülök neki, hogy így sikerült. Van-e valami célod, valami álmod a kapussággal kapcsolatban? Van igen, hogy válogatott legyek. Nagyobb rétegbe szeretnénk a jégkorongozókat megint csak megmozgatni, és szeretnénk a sportországi cápáknak a táborát növelni, úgyhogy bárki, aki 2005 után született fiúk, lányok jelentkezését várjuk, sportország.hu honlapon mindenki tájékozottnak a részletekről. Van előfeltétele annak, hogy valaki jégkorongozni jöhessen? Gondolok itt arra, hogy kell-e például hozzá tudni korcsolyázni? Nem kell tudni, mert igyekszünk egy úgynevezett korcsolyiskolával és hokiiskolával is fölzárkóztatni bármely korosztályba érkező gyermeket.